Ez lesz a mai egyenes beszéd. Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket. A stúdióban itt van már Ónodi Molnár Dóra a Jelen, és Balogh Gábor az Azonnali újságírója. Jó estét, szervusztok! Jó estét. Pedagógusokkal, szakszervezetekkel és Maruzsa Zoltán tárgyalásával kezdjük, mert hogy ma délután tárgyaltak, a szakszervezetek kiadtak egy közleményt, és én az előbb már mondtam a nézőknek, hogy ebből nagyon úgy tűnik, hogy nem lesz pedagógus béremelés. Maruzsa Zoltán azt mondta, hogy látja a problémát, óriási problémák vannak. Ő egyetlen hanggal sem mondta, hogy ne lennének a sztrájk követelések jogosak, most a szakszervezetet idézem, de azt is elmondta, hogy a kormány a kialakult helyzetet európai uniós forrásokból akarja megoldani, ugyanakkor erre egyelőre nincs lehetőségük, mivel az Európai Bizottság nem fogadja el az általuk beterjesztett projekteket. Tehát egyelőre nincs béremelés, mert az Európai Bizottság megakadályozza ezt. Mit szóltok ehhez? Én egy kicsit meg vagyok lepődve, mert hogy az Európai Unió nem ilyen jellegű, kiadásokra szokott pénzeket utalni Magyarországnak, a fejlesztési forrás, mint olyan, abban benne van a szóban magában, hogy fejlesztési, tehát olyan projektekre, amelyek valamilyen formában hozzájárulnak Magyarország fejlődéséhez. Pont a bérkérdés, meg az olyan dolgok, amelyeket az államnak el kell látnia, azok nem olyan jellegű kiadások, amelyeket az Unió finanszíroz. Egy ideig szokták használni egyébként az uniós forrásokat ilyen bérkifizetésekre is, meg projektekre is, amit aztán át kell állítani állami finanszírozásra. Elképzelhetőnek tartom, hogy itt valamilyen hídmegoldásban gondolkodtak, hogy egy kicsit megoldják uniós forrásból. Volt egy tervezet, az egyik szakszervezeti vezető azt mondta itt múlt héten, hogy volt egy tervezet, amiről ők tudnak, de hát az egy kész tervezet volt, és arra meg lett volna a pénz, de ugye nem tudjuk, hogy pontosan miről van szó. Az Európai Unióban ez egy évek óta húzódó vita egyébként, hogy különösen a felzárkózó keleti tagállamok esetében a közszolgálati vagy állami dolgozók bérét azt lehessen emelni uniós forrásból. Volt is erre több kezdeményezés, még magyar ellenzéki képviselők is nyújtottak be egy hasonló kezdeményezést. De az érdekes, hogy a kormány most úgy kommunikálja azt, hogy Brüsszel erre nem ad pénzt, hogy valójában ugye ezek a kezdeményezések nem mentek még át, tehát pont ahogy mondod, nem nagyon lehet, vagy csak rövid időre lehet béreket, különösen béremelést finanszírozni uniós forrásból, de azt viszont nem halljuk, hogy a kormány kezdeményezze. Kapsz egy mikrofon, Gábor, mert valamiért nem működik, úgyhogy abban beszélnél szíves, vagy rosszul hallunk. Úgyhogy rendben. Valami van a portomban. Köszi. Tehát nem halljuk azt, hogy a kormány egyébként kezdeményezte volna azt, hogy ez az Európai Uniós szabályozás egyébként megváltozzon. Tehát a nulladik lépése az volna, hogy a magyar kormánynak azt kéne kérnie, azt kéne kezdeményeznie Brüsszelben, hogyha máshogy nem, legalább a kormánypárti európai parlamenti képviselők kezdeményezzék, tehát maga a kormány is élhet ezzel, hogy lehessen béremelésre fordítani uniós forrásokat. De ezt nem halljuk, hanem ez a kezdeményezés nincs, a kormány ezzel nem él, aztán és csípőből ráfogják, hogy ez igazából Brüsszel miatt van. Ha egy kicsit logikusan gondolkodunk, akkor teljesen nonsens is. Tehát amikor az egészségügyi dolgozóknak a bérét emelték, illetve az orvosoknak bérét radikálisan, szó nem volt róla, hogy ezt uniós forrásból fogják végrehajtani. Amikor a felsőoktatási dolgozóknak a nem túl magas, ez a 10%-os béremelését végrehajtották, szó nem volt róla, hogy ahhoz uniós forrásokat fognak igénybe venni. Most, hogy Orbán Viktor fizetésének emelése is ugye napirenden van, azt sem uniós forrásból kívánják végrehajtani. Szóval egyszerűen a magyar költségvetésnek az oktatási büdzsé fejezetébe kellene, hogy biztosítsák az oktatásra, a minőségi oktatásra a pénzt. Ha már ezt mondod, egyébként több van benne, mert 2023-nak az egészségügy, azt már ugye lehet látni, hogy nagy vesztese lesz, az oktatás viszont többet kap 9%-kal, hogyha jól emlékszem, és többen arra gondoltak, hogy talán ez az lesz a fedezet, de hát ezek szerint nem. A másik probléma ezzel az, és tényleg nem tudom, hogy ez a 9% ez mire fog elmenni, annyi viszont bizonyos, hogy van ez a bér probléma, ami eltakarja azt, hogy egyébként a magyar közoktatással temérdek más probléma is van, és most főleg a pedagógusok béremeléséről beszélünk, mert elengedhetetlen lenne ahhoz, hogy a tanárhiány ne növekedjen még jobban. Most már nincsen olyan iskola, ahol ne lenne, tehát a legjobb helyzetű településeken is elég nagy a tanárhiány, nemhogy azokon a településeken, ahol egyébként nehezebb sorsú gyerekek vannak.
És eltakarja azt, hogy egyébként egymillió sebből vérzik a pedagógusok munkája. Túlterheltek, rengeteg adminisztráció nyomja őket, letaníthatatlan mennyiségű tananyagot kell átnyomni a gyerekek torkán, tehát egyszerűen nem beszélünk arról, hogy egyébként a kettőnek valahogy együtt kéne mozognia, hogy egyszerre kellene egy radikális béremelés, és kellene mellé a minőségi reformnak a beindulása. És ami egyébként a jelenlegi helyzetben különösen szomorú az az, hogy hosszú évek után először a kormány ezúttal jogosan hivatkozhat majd arra, hogy a Covid utóhatása és a háború jelenlegi hatása miatt most tényleg nem lesz erre pénz. Csak hát ugye tudjuk, hogy 2014 óta van befagyasztva a pedagógus bértábla, ugye korábban a mindenkori minimálbér alapján számolták a pedagógus béreket, és 14 óta pedig a 14-es minimálbér óta számoljuk újra és újra. 8 alkalommal emelkedett egyébként azóta a minimálbér, most már a 14-esnek a dupláját éri el. Meg hát volt egy egészen konkrét ígéret, a 3x10%. Hát azt Orbán Viktor maga mondta, hogy ezt megígértek, és meg is kapják a pedagógusok, ugye a választások előtt azt mondta, 3x10%-ot a jövőben. Hát még az is kevés volna, tehát ugye a pedagógus szakszervezet ugye világosan is tette, hogy lényegesen többre volna szükség. Egyébként azért érdemes picit belenézni abba, hogy ez mondjuk a mindennapi életben mit jelent. Tehát mondjuk, ha a jelenlegi minimálbér alapján számolnák, és nem a 14-es alapján, akkor egy 10 éve a pályán levő pedagógus több mint 260 ezer forinttal keresne többet, és ez majdnem a kétszeres lenne a jelenlegi keresetének, ami azt is mutatja, hogy nominálisan milyen alacsony összegekről beszélünk, milyen borzasztóan alacsony keresetekről van szó. Egyébként még egy mutató van, amire érdemes figyelni, hogyha a szülők körbenéznek a magáni iskola piacon, hogy mennyit kell fizetni egy-egy ilyen jó nevű alapítványi iskolában tandíjként egy hónapban. Olyan nagyságrendileg ilyen 100-150, 200-250, ez szór ez az összeg, de nagyjából 100 fölött van mindegyik. Ez azt jelenti, hogy ezt mind hozzáteszik egyébként ott a pedagógusok béréhez. Egy ilyen iskolában a versenyképes fizetés, hogy ott megtarthassák a pedagógusokat, az ilyen 3-400 ezer nettóról indul, és akik már régebb óta a pályán vannak, azoknak 5-6-700 ezer nettó jut ezekben az iskolákban, ami tökéletesen mutatja, hogy mit jelentene a piacképes fizetés. Igen, és hát nyilván fel is szívják ezek az iskolák. Ugorjunk egy témát, mert aztán kifutunk az időből, és szeretnélek másról is kérdezni titeket, például Olaf jelentés, a friss Olaf jelentés, röviden összefoglalva, Magyarország továbbra is veszélyt jelent az uniós büdzsére, változatlanul kiugró kockázatot jelent az uniós pénzek felhasználása terén az EU-ban, de a jelentés arra is rávilágít, hogy az ügyészség, mármint az európai ügyészség fontos szereplője lehetne a magyarországi bűnődözésnek, nem idézem tovább, mit mutat nektek, mi a legfontosabb szerintetek ebből a jelentésből? A helyzet, keleten a helyzet változatlan. Tehát az, már ez nem az első ilyen alapjelentés, ez a sokadik. Ami igazán elgondolkoztató az az, hogy ennek van-e a magyar közéletre érdemi befolyása, és egyébként azt kell, hogy mondjam, hogy azt tapasztaljuk, hogy nincs. Tehát én azt gondolom, hogy 1990 óta a magyar társadalomban kialakult egy évről évre zsibbadtabb állapot, ez 2010-ben gyakorlatilag már előtte évtizedeken keresztül megszokott korrupciót még sikerült négyzetre köbre emelni. Úgy néz ki, hogy ez a magyar társadalom nagy részét nem igaz, hogy nem zavarja, tehát amikor minden fölmérés azt mondja, de elég csak beszélgetni emberekkel, mindenki dühös emiatt, de beárazzák az emberek. Itt a kérdés ez majd az... Ez az úgynevezett korrupció vakság, ami tulajdonképpen igen. A magyar társadalomra abszolút jellemző, és minden intézet méri. De azt mondod, hogy kérdés, hogy a magyar társadalomra mennyire hat, hát azt a választások lehet, hogy egyébként megmutatták. Az ellenzék eléggé próbált a korrupcióra kampányt építeni, nem igazán sikerült. A kérdés vagy az én kérdésem legalábbis, hogy ez a mostani jelentés egy olyan helyzetben van, amikor itt van egy jogállamisági eljárás, amikor itt uniós pénzek befagyasztásáról van szó, hatással lehet az uniós pénzek folyósítására. Ugye a helyreállítási alap tervét sem fogadták még el, most már egyedül csak a miénket nem.
Ez egy nagyon érdekes fordulat most Európában, mert kezd derengeni, vagy leesni, vagy nem tudom, hogy fogalmazzak az Európai Unióban az, hogy amit itt a Fidesz hivatalosan a hívei felé úgy nevez, hogy a nemzeti tőkés osztály megteremtése, az valójában egy szűk körnek a vagyonossá tétele állami eszközökkel és a verseny torzításával, és sorolhatnám még. És mivel az Európai Unióban az Olaf nevű hivatal az arra tette föl a munkáját, és arra azért dolgozik, hogy védje az unió adófizetőinek a pénzét, ezért nem annyira tud azonosulni azzal, hogyha az egyik országban az egyik kormány az egy szűk réteget tesz vagyonossá az európai polgárok pénzéből. Ezt megteheti Magyarország, hogyha ezt sokszor visszatapsolják az emberek, akkor persze azt csinálnak a magyarok, amit akarnak ilyen értelemben, és a kormány, hogyha tovább finanszírozza a saját kis szűk rétegét, és ez az embereknek oké, akkor ezt csinálhatja, de ne a spanyol halászok pénzéből, ne a német építőmunkások pénzéből, ne a francia kereskedők pénzéből, és még sorolhatnám, hanem akkor csinálják a saját pénzükből, még a saját adópénzükből. Számol ezzel a kormány, mert hogy a költségvetés ugye benyújtott a Varga Mihály, 2000 milliárddal számol a 23-as költségvetésben, az rengeteg pénz, ha most belegondoltok, hogy ugye az extra profit adóból mennyit szed be a kormány, meg most milyen kiigazításra van szükség. 2000 milliárddal számolt. Az jövőre nem jön be a büdzsébe, akkor én nem vagyok közgazdász, nem tudom, hogy mi lesz, de az nagyon fog hiányozni, és akkor majd számol vele. Hát eddig még mindig kimozogták egyébként azt, hogy az ország megkapja ezeket a forrásokat. Most abban a tekintetben van egy új helyzet, előbb említetted, ugye, hogy Magyarország esetében nem fogadták el már csak azt a bizonyos tervezetet, holott nagyon komoly viták voltak, például Lengyelország kapcsán is, az övékét viszont elfogadták, tehát folyik azért itt egy geopolitikai játszma is, amiben a lengyelek egy nagyon jó szökőutat látnak maguknak, mert egyébként a hagyományos lengyel politika és közgondolkodás is egészen más Oroszországgal kapcsolatban, mint nálunk, tehát ők egy hagyományosan orosz ellenes gondolkodású társadalom, a politikum is az, pláne a konzervatív jobboldali politikum, ami ugye Lengyelországban most kormányon van, és ez a lengyeleknek nem csak egy ilyen politikai, vagy történelmi, vagy lelkiismereti kérdés, mert ezt nem szabad elvitatni, az is, de egyébként egy nagyon jó szökőút is az uniós eljárásokból. Úgy néz ki, hogy ebben a tekintetben Magyarország egyedül marad, és most látok először érdemi esélyt arra, hogy vagy nem kapjuk meg ezt a pénzt, vagy ennek egy jelentős részét nem kapjuk meg, mert eddig az Unió mindenek előtt azért nem akarta ezeket az összegeket befagyasztani, mert több országot érintett volna, tehát az Unió egységét tették volna vele kockára, hát most meg egyedül vagyunk. Dori? Abszolút így gondolom én is, hogy ez egy párja helyzet, és valószínűleg most elindul majd egy ilyen húzd meg, erezd meg politika. Orbán megpróbálja nyilván kimaxolni, amit lehet. És nem tudom, hogy... Tibor tárgyal, mert ugye egyébként azt mondta, hogy az év végéig szeretne megállapodni, és Varga Mihály is arról beszél, hogy erre komoly esély van. Hát várjuk a fejleményeket, hát a mi időnk lejárt. Nem hinném, hogy ebben most az Unió engedni fog nagyon. Tehát itt eléggé behúzták szerintem. Köszönöm, hogy jöttetek. Köszönöm én is.